Kovács István vagyok, egykor a nélsportoló voltam, most pedig sportdiplomata. Az a sportág, amit én választottam, vagy ami a családomnak mondhatni hagyatékként jutott, az ökölvívás, az egy nagyon, nagyon különleges sportág. A legnehezebb és talán a legszebb sportág, és nem csak számomra, hanem ezt sokan így látják, akik kipróbálták főleg. Olyan feltétlen bizalmat igényel az edző-versenyző kapcsolatban, amely más sportágban talán nem ennyire fontos. És én akkor megtaláltam Öcsi bácsit, vagy ő megtalált engem, ezt már nem tudjuk kibogozni, hogy vajon ez kitette meg az első lépést, valószínűleg az én irányomból jött az ő irányába, akkor szinte azonnal eldőlt, hogy ez több lesz annál, mint egy sima edző-versenyző kapcsolat. Nem mondom, hogy Csonka családban nőttem fel, mert édesapám élt ugyan, és még néha találkoztunk is, de nem volt meg nekem soha ez az apa-fia kapcsolat, és talán benne találtam akár még apára is, nem csak edzőre, hanem apára is. És én átadtam magam neki teljes egészében, rábíztam a pályafutásomat, az életemet, a sorsomat, a szószoros értelmében, mert egy szorítóban tevékenykedő ökölvívónak az élete sokszor az edzője kezében van. És hát Öcsi bácsi jól kufárkodott velem, kihozta belőlem, meg kihozta ebből a csapatból belőlünk a legtöbbet. Tapsra vágyás és a taps felé vezető út az egy borzasztó jó dolog, és talán az fontosabb is, mint maga a taps, mert utána, amikor meg a taps megérkezett, utána meg az embernek gondja van azzal, hogy merre menjen tovább. Amikor arról beszélünk, hogy taps, akkor az már meg lehet otthon is, már amikor először talpra áll az ember egy éves korra körül, akkor is tapsolnak neki, jó esetben ketten, a szülei, kicsit rosszabb esetben mondjuk csak az édesanyja, mi mondjuk nekem, vagy nekem azért ott volt a nagymamám és a nagypapám, tehát valószínűleg tőlük kaptam az első dicséretet, amit fordíthatunk akár tapsra is, és aztán ennek a vágya, hogy ez a taps ez minél többször megjelenjen az ember életében, szerintem mindenkiben megvan és megmarad. Ahogy közeledik a felnőtt kor, talán egyre élesebben szeretné az ember, hogy érezze azt, hogy amit ő tesz, az jó, és a sport adta meg nekem ennek a lehetőségét. 1992-es olimpia után, amikor Barcelonában bronzéremmel jöttem haza, teljesen szétesett körülöttem minden, így előtte én 91-ben világbajnok lettem, Európa-bajnok lettem, év sportolójának választottak, hirtelen rám esett 22 évesen egy hatalmas népszerűség, ezzel a népszerűséggel együtt járó hatalmas nagy pénzügyi lehetőség, hogy csak egy példát említsek, mint tudom, 1990-ben egy egyszerű 1002-es Ladán volt, 92-ben pedig egy 524-es turbodízel BMW-vel jártam, saját lakásom volt 22 évesen, minden klapolt és működött, tehát indultam a taps irányába úgy, hogy hatalmas nagy támogatás volt mögöttem, és innen ezzel a bronzéremmel, mert nem aranyérem lett, zuhantam egy óriásit. Egyedül maradtam, elindultam rossz irányba, elindultam az éjszakába, élveztem végre, 22 évesen kezdtem el azt élvezni, amit a legtöbb fiatal, mondjuk az egyetemisták, amikor így, hát akkor most csapassuk szét magunkat. Ráadásul azért ezt az ökölvívó társadalmat azért ismerve a budapesti éjszakai életben mindenki haver volt. Csak én eddig nem találkoztam velük, csak délután, mert én normális esetben edzésen voltam, és nem jártam fel az éjszakába, és most hirtelen minden klubot bejártam. Nagyon jól éreztem magamat, azt hiszem 800 ezer forint járt akkor az olimpiai bronzéremért. Én azt 3 hónap alatt elmulattam, odaadtam a cigányzenészeknek, hogy érezzük jól magunkat, és ott álltam valamikor november 92. november-december környékén, hogy semmim nincsen. Gyakorlatilag nem értem el semmit, mert amit eddig elértem, azt szépen leromboltam, és akkor is volt egy hosszú beszélgetésünk, akkor még nem volt mobiltelefon, nem tudom, hogy talált rám, mert akkor az edzéseket is már abba hagytam. Megkeresett, elmentünk, akkor még talán még Marx térnek hívták a nyugati teret, ott volt egy étterem, a Gambrinus, és elmentünk oda vacsorázni, és akkor azt mondta Öcsi bácsi, hogy figyelj, innentől nem veszíthetsz egyetlen mérkőzést sem. Ha egy meccset is elveszítesz, az üzenetet hordozza, hogy te nem vagy bajnok. Másnap reggel úgy ébredtem, hogy én 96-ban olimpiai bajnok leszek. És onnantól kezdve, hogy ez megint csak egy neki köszönhető
szuggesztív üzenetként bennem ért, nem tudom, de onnantól kezdve nem volt vereség. 6 év alatt nem találtál legyőzőre. 6 év alatt úgy, hogy ebből a 6 évből az első 2 évben nem választott ellenfelek voltak, hanem a 96-97-ben, ahogy hozta az élet a világ legjobbjaival, Kubaitól kezdve, amerikain keresztül, oroszon keresztül, mindenkivel találkoztam, a világ legjobbjait győztem le, és nem jött a vereség, csak a győzelem. Hát hogy ne hinnéd el magadról a legyőzhetetlenség mitoszát, amikor hát ez van, ezek a hétköznapok. Biztos, hogy ez egy sorszerűség volt, hogy ez így alakult. Ezt ha akartam volna, sem tudtam volna így megrendezni magamnak. Úgyhogy valaki, hát higgyünk benne, valaki ezt így akarta. Akár van teremtő jóisten, akár nincs, de ezt valaki így akarta, hogy ez így alakuljon.